hivataloshoz szükséges több mint 700 szavazatot és aláírást a bonyhádiak már összeadták. A Fidesz-KDNP bonyhádi szervezete nem csak bejelentette jelöltjeit az október 13-ai választásra, de már le is adták az induláshoz szükséges ajánlásokat, ami néhány óra alatt összegyűlt. Filóné Ferenc Ibolya polgármester képviselőként már 1998 óta dolgozik Bonyhádért. Polgármesterként második ciklusát kezdené meg ősszel, folytatva a város fejlesztési tervének végrehajtását, ami már eddig is nagy eredményeket hozott. Számos beruházás, fejlesztés, felújítás valósult meg, akár pályázati pénzekből, akár egyedi kormányzati döntések alapján, vagy akár a város saját forrásából. Összességében, röviden össze akarom foglalni, akkor azt mondhatom, hogy a város vagyona, az önkormányzat vagyona ebben az 5 évben 40%-kal nőtt. A csapat szinte változatlan, egyedüli új jelölt Köllő Roland, a sportközpont jelenlegi vezetője. Örömmel vállaltam el, hiszen tudom azt, hogy egy jó csapat alakult ki most itt Bonyhádon, illetve olyan eredményeket ér el a város, amiért érdemes dolgozni. Bár a kellő számú ajánlás már megvan, a bonyhádi képviselőjelöltek tovább folytatják az aláírásgyűjtést, hogy minél több városlakóval személyesen beszélhessenek.